Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei. A helyes irány megtalálásának rítusa. Figyelemenergiáinkat minduntalan befolyásolják és lekötik a külvilágból érkező ingerek. Ma már közhelynek számít, ezért az ember hajlamos elsiklani afelett, hogy meglehetősen egyoldalú, felszínes és világi életet folytatunk. Nem csoda, hogyha felnőttként azzal kell szembesülnünk, hogy nem leljük a helyes irányt, nem találjuk a valódi helyünket az életben. Ilyenkor szoktuk feltenni magunknak a kérdést, hogyan tovább? Először is mindenkit szeretnék megnyugtatni, mert nincs egyedül ezzel a problémával. Sokszor be nem vallottan, de majdnem mindenki felteszi ezt a kérdést magának, sorsának bizonyos pontjain. Spirituális szemszögből nézve azért alakul ki az emberben a bizonytalanság, a magányosság, az elveszettség vagy az eltévedés érzése, tehát amikor nem leli a helyes irányt, mert sokszor nem a saját életét éli. Akkor hát kinek az útját követjük? Nos, ezt abból a mindennapi tényből kiindulva érthetjük meg a legjobban, ha alaposan szemügyre vesszük és átvizsgáljuk a gondolatainkat. Észre fogjuk venni, hogy sokszor mások véleményét, szavajárását, gondolatformáit, szándékait és céljait vesszük át. Majd pedig elhitetjük magunkkal, hogy azok a mieink. Ez a kondicionálás már gyerekkorban elkezdődik, és a szükségszerű tanulás egészséges határait átlépve felnőtt korra odáig fejlődik, hogy az ember feje tele lesz a többi ember addig rázúdított gondolatával. Ez a folyamat nem ritkán abba torkollik, hogy az individuum elveszíti saját önállóságát, egyediségét, és személyiségjegyeinek java része felvett viselkedés minták kimérájára fog hasonlítani. Ebben a belső zavarodottságában viszont elvész az egyéni léte, véleménye, szándéka, célja, illetve azok megélése, vagyis éppen azok a fejlesztő erők, amiért leszületett erre a földre. Röviden úgy foglalhatjuk ezt össze, hogy nem az a baj, ha valaki másoktól kölcsönöz egy jobb gondolatot, és azt integrálja a saját életszemléletébe, hanem sokkal inkább az a szóban forgó probléma gyökere, ha valakinek notórius szokásává válik a saját gondolatformáinak a másoktól származó gondolatokra való felcserélése. Eleinte ugyan tetszetősnek tűnhet a behelyettesítés, de mivel ez a tudatosság ellustulásától kezdve a teljes gondolkodó képesség és értelem degenerációjával bezárólag további súlyos bajokat idézhet elő a személyiségfejlődésben, ezért közép és hosszú távon már távolról sem olyan jó üzlet. Erre reflektál a helyes irány megtalálásának rítusa, amely arra hivatott, hogy a bennünk lévő isteni élet, tehát amit az isteni lelkünk folytat, legalább akkora hatással legyen a cselekedeteinkre, mint amekkora befolyással a többi ember elméjéből kipattant okosságok és tanácsok vannak. Kevesek szellemi sportja és életfilozófiája a saját gondolatformákat létrehozni és felszínre hozni. Mindazonáltal ebben jelölhető meg az individuális fejlődés egyik csalhatatlan aspektusa. Végül is, ma már annyira elszemélytelenedett a nyugati ember, annyira sok megfelelési kényszerrel párusuló igába hajtották a fejét, hogy az egyén társadalom igényeit megtestesítő mérlegnek a serpenyőjét vissza kell billenteni az egyensúly közeli állapotba, mivel jelenleg teljesen a programozott vágyak és a külső befolyás oldala felé dől. A napvallás szerint az isteni lélek mindig tudja, mi a helyes irány, csak a mindennapi tudatosság, vagy inkább tudati tompaság ezt elnyomja. Így az isteni létezésünk nem képes érvényre jutni. Mi azt valljuk, hogy az isteni gondviseléstől úgy kaphatunk esélyt a boldogságra, ha lehetővé tesszük és megengedjük magunknak a saját isteni énünk és létünk szerinti életet.
Ezt kívánja előmozdítani ez az Ízisz és Bastet istennőhöz kapcsolódó egyiptomi szertartás. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mindannyiunknak személyre szabott és páratlan sorsútja van, illetve lehetne, ha élne ezzel a lehetőséggel. Legfőbb ideje volna visszavenni ezt a lehetőséget azoktól a tendenciáktól, amelyek eddig kijátszották az isteni lélek örökbecsű szándékát. Különben azon kaphatjuk magunkat életünk végén, hogy sikeresen megfeleltünk a szeretteinknek, a családunknak, a barátainknak, a főnökeinknek, a hatóságoknak, a társadalomnak, stb., csak mindeközben éppen saját magunkról, az isteni individuumunkról feledkeztünk el. De akkor milyen szent értelme volt az egésznek? Ezen a helyzeten segít változtatni a helyes irány megtalálásának rítusa, valamint Száraz György legújabb könyve, az Élet mágikus alapelvei, személyiségfejlesztő mesterkurzus. Figyelmetbe ajánlom az Istenek beavatásai, az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!